Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás július 10-éig. Mielőtt elkezdeném elmagyarázni, hogy mit üzennek a kártyák, felhívnám a figyelmedet arra, hogy megjelent a havi ingyenes hírlapom. Ez megrendelhető, minden hírlapnál van egy bizonyos téma, egy asztrológiai előrejelzés, hogy mi történik a következő hónapban. Azon kívül bemutatok egy havi angyalt, és minden hírlapnál van egy jóslás asztrológiával fele áron. E-mailen keresztül megrendelheted az ingyenes hírlapot, ami minden hónapban akkor így automatikusan jön. És most megtekintjük azt, mit üzennek a kártyák. Ez a fiatal férfi utal az ő tartására. Itt lesznek újdonságok, egy új irány, egy új kezdet. Ő kezébe veszi az arany érmét. Nem adja ki ezt a pénzt, úgy figyelgeti a dolgokat, ami utal az értékekre, pénzügyi dolgokra, a munkájára, a belső értékekre, az ő tehetségére, és ami a vágya, hogy elfoglalja a helyét itt az életben, és tudjon uralkodni a helyzet felett. Ez lehet a hivatása, ez lehet a párkapcsolat, ez lehet a család vagy a lakhely. Keresi a helyét az életben. Kimutatja a bátorságát, a lelkesedését, de egyelőre még úgy figyelgeti a dolgokat. Tehát kell még egy kis idő, amíg aktív lesz. Itt ezen a képen újra az érmék láthatóak. Ez jelentheti az anyagiakat, a munkát, a hivatást, de a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára. Azon kívül itt a szám jelenti a hold energiáját, itt megvannak a vágyak, az álmok, az álmodozások, az elképzelések, és mivel az érmék jelentik a föld elemét, ő ezt szeretné megvalósítani. Minden jól alakul, hiszen ez a csillag jelenti a szerencsét. De a csillag jelenthet egy spirituális területet is. Lehet, hogy nálad is megvan ez a vágy, hogy valami változzon a munkahelyeden, és ez a hivatásod. A következő képen láthatóak már a szerződések, tehát ez beválik nálad, beválik nála is. Amit ez a kép még jelenthet, hogy lesz itt kapcsolat kettőtök között. Nem csak álmodozásokról vagy tervekről van szó, hanem itt a tűz eleménél a testi kapcsolatról is. Ő közeledik hozzád, átnyújtja ezt az arany érmét, az lehet anyagi segítség, de lehet a belső érték is. Jön hozzád, mert te értékes vagy számára. Itt látható ugyan még a korlátozás, ez olyan, mint egy kerítés, amikor úgy érzitek, nem megy tovább, hiszen vannak itt anyagi gondok, vagy nem kapod meg az elismerést, vagy neki vannak problémái a munkahelyen, de ez lezárul, hiszen ez a halál lezárja ezeket a félelmeket, bizonytalanságokat, a korlátozásokat, ezt a helyzetet. És itt megjelenik már a 10-es szám, ami utal egy új kezdetre, hiszen indul egy új periódus számotokra. Itt megvan újra a lelkesedés, a testi kapcsolat, a mozgás, a bátorság, és itt megjelenik a 2-es szám, ugyanúgy, mint itt, ennél a kártyánál,
És itt is kapcsolatról van szó, szerződésekről, vagy a párkapcsolatról, te és ő. Itt a levegő eleme érezhető, megvan a könnyűség, a mozgás, a lelkesedés, és amit a levegő eleme még jelent, ezek a döntések és a beszélgetések. Ő közeledik hozzád, keresi a testi kapcsolatot, de itt az látható, hogy beszélni akar veled, tisztázni akar veled valamit. Itt ez a mágia jelenti a varázslatos kisugárzást. Nálad is, nála is. Itt megvan ez a varázslatos vonzalom. A csillag, és itt ez a mágikus jelent egy spirituális területet is. És itt látható a mozgás, tehát ezen a területen előre mennek az események, itt ez az arany kehely utal az intuíciódra, az inspirációra. De jelenti az érzelmeket is, hogy megvan kettőtök között a szerelem, hiszen közeledik hozzád, kimutatja az érzelmeit, és itt látható az eredmény, kettő kehely, te és ő. És a kelyheknél érzelmekről van szó. Ő szeret téged, te szereted őt, megvan a vonzalom, ez a varázslatos vonzalom, lesz mozgás, kimutatja az érzelmeit, és te ezt elfogadod. Itt ennél a kártyánál fontos a biztonság érzete, de valami szűkös, valami fogva tartja őt vagy téged. Ez lehet még egy fennálló párkapcsolat, vagy emlékek a múltból, vagy a munkahely, minden olyan szűkös, és ő ki akar lépni ebből a helyzetből. Számodra is fontos, hogy felszabadulj valamitől, vagy valakitől, hoz döntéseket, és meglegyen a szabadság érzete. Ha ez megtörtént, és fel tudtok lélegezni, akkor itt már látható újra az új kezdet, a 10-es szám, ugyanúgy, mint itt, ennél a kártyánál. És ez az új kezdet, ez lelkesíteni fog mindkettőtöket. Elhagyjátok a múltat, a könnyek mezeit, lezártok, kiléptek ebből a helyzetből, ami szorongva tart benneteket, és itt mindketten, te is, ő is, egy új irányt választotok. Lezárjátok a múltat, a fájdalmas emlékeket, kiléptek egy bizonyos helyzetből, itt lehet egy munkahelyi változás, egy új irány, egy spirituális terület, és ez az új irány, ez az út lelkesít mindkettőtöket, és itt a kart jelenti a döntéseket. Ő is fontos döntéseket fog hozni, te is, és ezzel a karttal elvágjátok a fájdalmas emlékeket, elhagyjátok a könnyek mezeit, lezáródik ez a korlátozás, és itt látható, hogy lesz egy új kezdet. És én kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!